Köszönjük a Klubrádiónak is, hogy ezt a gyűlést élő adásban közvetítjük. Megteszi, amit megtehet. Hadd szóljon! A harmadik köztársaság halott. A negyedik köztársaságot megteremtjük. A negyedik köztársaságban a Lánchíd Rádió, a Magyar Katolikus Rádió, a Hír TV sugározni fog. A negyedik köztársaságban Orbán Viktor. És elégedett székesfehérvári ügyvéd lesz, és a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára. Senki nem fogja alkotmány erejű törvénnyel bűnöző szervezetnek nyilvánítani a Fidesz és a KDNP utódpártjait. Egy 5-6 tagú család havi 28 ezer forintból nem tud megélni. És védeni fogja a kisebbségeket Észak-Kelet Magyarországon, Dél-Baranyában és a 8. kerületben. A negyedik köztársaságban az állam és a nép védeni fogja a nemzeti örökséget, és nem fogja eltűrni, hogy az utcákról eltűnjék az antifasiszta ellenállás minden történeti jele. És rendbe fogja hozni a székesfehérvári királysírokat. Legyen ez a harc nemes, önzetlen, kíméletes, és minden gyalázattal szemben könyörtelen. Éljen a köztársaság! Én, Galkó Balázs, fogadom, hogy a Magyar Köztársasághoz a demokratikus jogállam alapelveihez, az Európai Unió értékeihez hű leszek. Boldogok azok, akik éhezik és szomjózzák az igazságot. És ezért még egyszer nagyon sok szeretettel és barátsággal szeretnénk Balázsnak és Arankának megköszönni, hogy ők éheztek és szomjóztak az igazságért, mert nem csak ők elégítettek meg, hanem jut az ő morzsáikból nekünk is. És ezért köszönöm Balázsnak is, hogy itt elmondta, a cél nem az élet lehetőségének a korlátozása, kockáztatása, hanem mostantól kezdve lehetőséget akar adni mindannyiunknak, hogy átvegyük a helyüket és folytassuk azt, amit elkezdtek. Dicsőséges nagy urak, hát hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok? Hogy másodikán ünnepelni akarják néhányan azt, ami szerintünk a köztársaság végét jelenti, a sarkos törvények és a többiek, de nem hagyjuk, hogy elvegyék a köztársaságot, elvegyék a demokráciát, elvegyék a sajtószabadságunkat. Legyetek ott! Hát ezzel az évvel ugye bizonyos szempontból úgy vetnénk számot, hogy tűnjön el, mintha nem is lett volna, de azért nagyszerű dolgok történtek, mert például a civil mozgalom idáig fejlődött. Tehát az azt jelenti, hogy ezt az évet a civil mozgalom szempontjából nagyszerűen zárhatjuk. Úgyhogy egy hatalmas urát magunknak, hogy ilyen jók voltunk! Nagy Navarro, Balázs és Számú Eszter és Aranka, bocsánat!
és a többiek, akik kitartottak a Kunigunda utcába, persze az egész ország áldozatot hoz, amíg viseli ezt a keresztet, aminek a neve Fidesz kormány, hát mondjuk ki, ez egy kereszt, de egyelőre visszük a keresztet, mert ugye ledobni nem lehet, hogy a szolidaritás nem csak egy fogalom. A szolidaritás nem csak egy mozgalom. A szolidaritás egy tett, amikor az áldozatvállalóval, mi is áldozatot vállalunk, vagy úgy, hogy az időnket áldozzuk és itt átsorgunk, lehet, hogy hónapokig. Lehet. Lehet, hogy el kell kezdeni. Lehet. A szolidaritást nem most találták ki. A szolidaritás mióta vannak elnyomottak, mikor nem voltak. A szolidaritás azóta van, a Spartacus felkelés óta, nyilván előtte is volt, van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi most ezt megtudtuk magunkról, hogy alternatív köztársasági elnököt lehet indítani, és mutassuk meg, hogy vannak olyan emberek, tehát lehet őket jelölni. És akkor én Nagy Navarro Balázs, és hát sajnos, és Samuel Arankát, és hoztam nekik Kontroll trikót, én őket ajánlom. De Schmidt bár nem, hogy nem éhezett, nem éhségsztrájk volt, hanem még nemet sem volt képes mondani, pedig mondhatott volna nyugodtan. Hallgattak, és egy kontrollcsoporttal a Besugók és Provokátorok hangzik el, egy kicsit lehet lazítani, utána folytatódnak a megszólalások. Besugók és provokátorok! A Klubrádió élő adását befejezte, de az interneten változatlanul közvetíti a gyűlést. Mit szeretnénk? Hadd szóljon! Hogy van ez még egyszer? Hadd szóljon!